Sziasztok! Üdvözlet! Elkezdünk. Szia Raziel! Üdvözlet! Elderling újra egy új karakter. Hogy mint Raziel. Ilyen korán... nemrég keltem. Egy kicsit kómás vagyok, bocsássatok meg nekem. Még a reggeli kávét szűrcsölgetem. Egy kicsit késő volt a lefekvés. De most megpróbáljuk ezzel a koldus karakterből mit lehet kihozni. Hú, de szokatlan a Dark Souls 3 után. Na nézzük. Jaj, jó utazást meg, jó pihenést kívánok neked, Raziel. Nem, nagyon szépen köszönöm. Az anyád hét szentség itt. Jó. Értem én. Gyorsan megevett minket. Bár nem voltak jó reményeim, hogy legyőzöm. Kicsit vissza kell szokni ebbe a játékba most. Egy darabig hanyagolva volt. Hát gondolom Endgame Plus-ba azért könnyebb már ellene. De nem volt cél, hogy ne öljön meg. Akkor nem egy fél csupasz ágyékkötős paliba jöttem volna. De most egy koldust próbálunk. Köszönöm a lurkot. Na, itt a catch low catch. Don't worry, Torrent. Fortune is on his side. We found him here, after all. Okay, make one. Tutorial. Koldus tutorial. Tanulunk kéregetni. Ugrás. És ugrásból. Rész. Yep. Akarsz. Dodzsoljak, oké. Dodzsolok. Crafting material.
Nagyon jó. Ez komoly. Marika szobor. És az első. Vagyis a tutorial boss. Hasta la vista. Volnánk. Vár ránk a világ. Egy Grace. Igazából nem vesztettünk semmit. Ebben a végigjátszásban fogunk használni mindent. Summont, szellemet, mindent. Az eddigekben inkább kihagytuk ezeket a dolgokat. De most ez egy olyan végigjátszás lesz, ahol nincsenek kötöttségek semmilyen szinten. Ledobjuk láncainkat. Igazad van. Szia, Eli. Igen. Most ez ilyen... Ez egy olyan kari lesz, Eli. Ezt jól érzed. Inkább játszok egy csupasz bunkosbotos palival. Inkább. Hát, tudod, Eli, úgy gondolom mindannyiunknak megvan a keresztje, amit hordozunk. Azt hiszem, hogy az enyém a Sorci. Nem, ez most egy koldussal kalandozunk, itt most elé mindent fogunk használni. Summont, szellemeket, amit csak tudunk mindenhol. Ez most ilyen, úgy gondoltam, kötetlen buildet csinálok. Igen. Azért is indultam ezzel, hogy bármivé lehessen alakítani. Eddig mindig tartottunk magunkat valami. Aha, persze, hogy ne. Nagyon szívesen hallgatom. Mármint, hogy érted, hogy azt a buildet vigyem végig? Ez most nem melyik buildet? Azt a buildet.
Ja, hogy ez ügyen végig. Nem dobtam el, csak pihentetem. Ahhoz nekem... Hogy mondjam... Ehhez a varázslós cucchoz nekem így külön készülni kell, mert arra rá kell hangolódnom. Az, hogy mondjam neked, az nem olyan kötetlen, mint mondjuk ez. És most egy kicsit úgy, talán az Elden Ringbe azért is, az is hagytam abba az Elden Ringet, mert sok volt, és tényleg 1000 órán már benn van. Nagyon rövid ide alatt. Crafting kit allows you to make basic items on your own. Essential, really, if you intend to survive out here for any duration. The kit costs. Eli, Isten bizony, láttam az erejét, mutattad. De, hogy mondjam, szóval mindannyian más keresünk engem. Mit tudom én, az, hogy most vásátolok egy ellenfelet, ez annyira nem... Biztos vagyok benne. De nekem egyszerűen, hogy mondjam, ez talán személyiségünkből adódik, meg talán a más élet tapasztalatból. Én szeretem ezt a fegyveres, beleállok az arcába, agyonverem. És ezt is értem. Hogy más, hogy nem erről szól, csak hogy mondjam, hozzám ez áll közel. Én ezzel tudok azonosulni egy ilyen játékban, ami félig RPG, tehát félig szerepjáték. Szerintem nekem fontos az, hogy tudjak valamilyen szinten legalább azonosulni a karakterrel. És én egy közelharci fegyveres karakterrel 10-szer jobban tudok azonosulni, mint egy varázshasználóval. Én is így voltam vele, egy kicsit jó volt a DS3-ban újra egy kicsit menni, csinálni. Igen, mert annyira, hogy mondjam, gyorsan sokat csináltunk belőle. Tedd meg, folytasd a Niót. Láttam, hogy ezelőtt Elden Ringeztél, hát amikor lurkoltam, Elden Ringeztél, ügyes voltál szerintem, semmi probléma nem volt vele. Ennek a játéknak, hogy mondjam, úgy érzem, hogy még most kell hagyni, hát nem most éppen, hanem úgy éreztem, hogy kell hagyni egy kis szünetet, hogy újra élvezni tudjam. Ne ez a kényszerű legyen, tudod. Igen, pontosan, ahogy mondod, jól megfogalmaztad. Kell, hogy tud ünnepelni, igen. Mert ugye vártuk a legendát, megjött a legenda, és akkor így, minthogyha nem létezne más jóformán, csak az volt mindenhol, de minden fórumon. A csapból is Elden Ring folyt. Mi felszálltunk erre a vonatra, és elvitt minket jó messze. Most egy kicsit jó volt egy kicsit visszatérni a földre. Igen. Nem is a végigjátszással van ám a probléma, hanem a lehetőségek tárházával. Mert végigjátszásban ez a game, hogyha csak a game-et veszed, ami végig kell, hogy vigyél, akkor az nem... Mindegy DS3 körülbelül nagyjából. Jó, a lovagolást, meg a többi ilyen... A többi ilyen dolgot kivéve, amikor ilyen nagyot kell utazni, de hogyha csak így a kastélyokra, várakra, a dungeonokra, amit be kell járni ahhoz, hogy végigvidd, hogy eljuss az Elden Beasthez, az szerintem egy ilyen normál
mint én, normál rant csináló embernek, az egy olyan, nem tudom, 10-10 pár óra. Úgy gondolom, hogy vállalható, csak ugye itt van ez a rakás lehetőség, amit az ember úgy érez, hogy fáj, ha kihagyja. Most nem értem különben egyáltalán miért jöttem le ide. Ez is olyan, hogy itt se kéne még lennem, még egy ruhám nincsen. De mégis lejövök ide kötözködni 5 farkassal, akik 2 harapással megölnek tőle. Na ez az. Mert akkora. Ez mind azért van, hogy nem emlékszel. Meg ugye nem lineális. Hogy akkor, hogyha lineális lenne, akkor az ember a sorrend miatt meg tudná jegyezni. Vagyis egy idő után biztos. Sokkal könnyebb lenne, mint itt a szabad világuba. Mondjuk ezt nem annyira tartom problémának. Csak, ugye mit tudom, az én Dark Souls-hoz szokott lelkemnek, külön váltás ez mindig. Igen. Igen, én is erre gondoltam különben. És nem kotyogsz bele, mindig szívesen fogadom a tanácsodat. Hé, a tutoriában nem így volt. Nem ütöttél vissza. Köszönöm a lurkot. Igen, szint ezek. Nagyon jó, hogy megfújtad a kürtöt. Imádlak. Jó van. Aha. Jó van, srácok. Én is szeretek titeket. De menjetek a francba. És riposztol. És csak azért nem riposztol, mert nem találtam el. Ja, nincs több. Tudod mit? Nyald meg a láncsád végét, haver. Nem hittem, hogy elér. Na mindegy. Igen, az egész falu. Magamra húztam az egész falu. Nem számít, most megfogadom a tanácsodat. Leülök, szintezek, azt szétverem őket. Meg felveszek egy effektívebb fegyvert. De néha jó ökörködni. Ha az ember kifizette, érte a pénzt, hadd szórakozzon, nem? Engem néha ez is szórakoztat. Nem vagyok teljesen tisztában vele, hogy... Itt van fenn, igen, az addig oké. Okay. De ügyes vagy, oké. Okay. Franc, egyen meg a nagy pajzsoddal. Ennyi a staminája ennek a gyökérnek, de tényleg most már. Na. Az első normális a fegyó. Jó, oké. Okay. És ennek egy 16-os strength-kel. Oké. Okay. Legyen. Kapunk lovat. Tehát... Az túlzás, hogy ló.
Lokecs. Lókecske. Amúgy egy kicsit utána néztem ennek a Thorrennek. Thor lovát ábrázolták így a skandináv mitológiában. Mármint kecskéit, amik a szekerét húzták Thornak. Azok voltak így ábrázolva. Szevasz. Oké. Okay. Kösz, hogy vagy. They sir, but you, I can play turning rue to aid you. You need own to the foot. Persze. Summon me. Ah, I bequeath. Már menj el. Use it. It will sub torrent. Treat him with res. Shall I turn your runes to strength? Let my hand rest upon you. For but a moment. Ezt a fél Firekeepert már nagyon erőltetettnek érzem különben. Your ambition. Köszönöm szépen. Én általában, nem általában, mindig férfi karakterrel játszom. Nehezen férfi vagyok, és nehezen tudom női szerepbe beleképzelni magamat. Sajnos vannak ilyen hiányosságaim. Na szóval, srácok. Hogy is volt ez az előbb? Ruhát kéne tarhálni tőlük. Agresszív tarhálásba kezdünk. Itt csupaszon csak megy a lopakodás. Sziasztok, Batmanek! Ő is beköszönt. Azt a román. Ezt azért nem hittem volna. Na mindegy. Szerintem nem csak az éjszaka jönnek a Batmanek. Ja, értem, értem, mit mondasz. Ja, csak ez nagyon Batman. Ez nem kicsit Batman, hanem olyan győzik és nagyon, nagyon Batman. Nagyon kígyó. Ez kevesed van Gothamben. Hát én csak bosszokról tudok, amik csak éjszaka jönnek. Amivel eddig én találkoztam ebbe az 1000 órába. Enemikkel nem találkoztam olyannal, ami csak és kizárólag éjszaka jönne. Vagy legalábbis nem figyeltem fel rá. Szia Sutyi, hello, hello! Igen. Látod, sose figyeltem ezt meg. Lehet, hogy igazad van. Sőt, biztos. De sose fordítottam erre figyelmet. Ez lenne a nappal. Be van borulva. Hát elég borús nappal van. Hogy mint Sutyi? Mi a helyzet? Mi ott olsz? Meglett a gél különben? Az alatt az idő alatt, amit terveztél? Na, grat. Hogy sikerült? Na, gyere, dudás! Ruhát adjál. Fázok. Legalább egy gatyát adhatnátok. Ha más nem is.
Á, értem. Na, jössz? Komenzi hirtelen. Hogy a nagymama mondaná. Hé. Srácok. Na. Mi a helyzet? Ez az. 2-1 akció. Egy lovag, egy pribék. Nem igaz. Hú, de bele kell ebbe még jönni. A szedőkanál, amit a hogy hívjákban lehet megszerezni? Ott a legelején az öreg lányoknál? Nem tudom, ahhoz meg kell ölni különben ott azokat a Vault Fire Keepereket? Vagy simán el tudod venni azt a merőkanalat. Ha jól tudom, mindenre szkélel, nem? Az különben egy érdekes rán, azon annó még, amikor játszottam a DS2-vel, gondolkodtam én is, de... Semmire nem szkélel? Akkor rosszul emlékszem. Én úgy emlékeztem, hogy mindenre, hogy minden négyre szkélelt. De biztos igazad van, mert DS2-t én már 500 éve nem játszottam. Még őszintén nem is tervezem. Hát nyilván már van. Ez a falu boss szokott dobni valamit? Valami jót? Hát nem. Aha. Kesztyű. És végre van kesztyünk. Már majdnem nem vagyunk pucérek. Igaz, hogy még a seggünk kilóg a nem létező gatyánkból, de már majdnem nem vagyunk pucérek. A két vízi ogre az elején az a terület, ami le van zárva. Tessék, Eli. Szép, izmos, koszos. Emlékszem. De én oda jó későn tudtam csak menni, tehát nem az elején, mert bár lehet, hogy lehet választani indulásnak azt a amivel fel tud éveszteni a, hogy hívják akat, a megkövesedett embereket, erre már nem emlékszem. De az kétszer épp elég volt. Szia, Johnny! Üdvöd! Főző kanálrán. Amúgy DS2-ben a durability-re figyelni kell, annak a kanálnak milyen durability-je van? Gyakran törik? 10. Akkor a Reaper Power a legjobb barátod. Azt a figyeled.
Ez luxus szinte már. Ez egy jó órán lehet. Jó sokat bíbelődhet vele. Ja, DS2-ben arra is figyelni kellett. Oké. Na, most segítem, tele vagyunk ruhába. De Eli még a lába látszik. Szevasz! Kutymorgó. Még a kalapácsos Johnny. Miért csak nem azt akarod mondani, hogy nem jó sebző fegyver? Úgyhogy nem szkéle semmire. Kétszáztizet. Lábfét is. Bocsáss meg, de ha találok valami csizmát, azért fölveszem, mert... Ne harap szét. Köszi. Legyél rendi velem. Mondom, legyél rendi velem. Úgyhogy ezt a farkasbőrt szívesen felhúznám a lábára. Ez jól néz ki. Jól néz neki. Az halott. Ez megjön. Hát akkor árommal nyomtad a Gold Pyrezin. Szintén Eli, én bevásároltam kristálycukorból, már nem most, hanem van egy ilyen fura szokásom, úgyhogy tartok fenn egy ilyen Walking Dead-es készletet, én annak hívom, egy ilyen biztonsági tartalékot, abban, hát jó sok, egy olyan 40-50 kiló van otthon, úgyhogy az így a kis családnak azért elég egy darabig. Nation Dragon, az a nagy sárga, aki az első óriás lelket adja, az az Nation Dragon. Most már arra nem nagyon. Ezt kinyitottam? Oké. Igen. Ah, mondom, ne haragudj, Sucsi, de én tényleg rég játszottam már azt a játékot. Hát most tegnap hallottam, 1000 forint lesz egy kiló kenyér. Hát én sütök itthon, Isten bizony. Level up. Azt sem már egy kézbe is tudjuk fogni. Nincs semmi gond. Ma reggel izét csináltam a köröknek reggelire.
krumplis. Pillanat, krumpli lepényt. Aszta. Ebben nem biztos, hogy belegondoltam. Hát, sütyi. Nagy Isten, hogy eljön az a korszak, de... Vissza kéne térnem az eredeti szakmámhoz. Na ez meddig jön fel velünk? Még sose húztam fel. Még cukrász, igen. Alapból. Nem kellett volna leállni vele. Olcsó cukrot a sütéshez? Hát szerintem vannak beszállítóik, mindegyik ilyen nagyobb cukorgyár, hát a nagyobb cukrászdák valószínű. Öt boltban nézted és nincs cukor? Fura. És igen, tudom, hogy mehetnék lóval, de nem akarok. De... Hát nem tudom. Az őszintét megválva. Orjasz? Nem jön az orjasz? Érdekes. Meg még le is hány. És idáig jön föl. Sima liszt is. Hát... Eljön újra a covidos időszak. Te is ugrasz? Én is ugrak. Hát én ezt nem tudom veled csinálni. Repül, repül, aaaah! Áh, köszi szépen! Rendi vagy. Ezt azért ne jó. És nem tudom meg. Sőt, ha a katona beszorít, meg mégis halok. Bocsánat, lemaradtam egy csettel. Te, haver! Nem mennél máshova hányni? Most visszamegyünk, azt rendezzük a dolgokat a srácokkal. A szájban. Én különben ettől most már kezdek kibukni. Ha esik az eső, akkor árvíz van. Ha két hétig süt a nap, a szájban. Most
Értem. Csak nem hiszem el. Csak abban az évben, amikor esett az eső. Akkor azért volt drágább minden, mert esett az eső, amikor nem esik az eső, akkor azért drágább minden, mert nem esik az eső. Én valahogy így érzem már. A mostani helyzetet meg ezt inkább hagyjuk. Én azt is értem, hogy a legtöbb kemence már elektromos, meg gáz, ez tény és való, és hogy ilyen költségárak mellett bizony a kenyérnek megnőtt az ára, de ennyivel. Erre valami, hát nem tudom. Amit azért erre ki kéne találniuk, mert ez így 1000 forintos kenyér. Hát nem tudom. Nem tűnik túlélt, élhetőnek a dolog. Az a problémám. Basszus, ott hagytuk a hüvelyt, a késhüvelyt, amivel heavy jam-et tudunk csinálni. Vagyis heavy-vé tudjuk csinálni a fegyvert, itt nem kell jam. Mindig benn vagyok a Dark Souls 3-ba. Fél kiló kenyeret. Gyerekek. Jó. Oké. Oké. Akkor most egy kicsit tekintsünk vissza a... Nem nagyon. Csak egy picit a... Hát az én nagymamám korába. Az én nagyim az 1911-ben született, és két világháborút élt át. Képzeljétek el, hogy akkor milyen lehetett az élet. Az áramfelhasználástól, meg a gázfelhasználástól eli. A másik élelmiszerek, meg a szállítási költség a benzin miatt. Ugye ezek a dolgok azok, amik nagyon drágává teszik. Ez teszi drágává. Plusz a az extra adó. Igen. Plusz ugye az extra adó, amit kivetettek az ilyen nagyobb multikra. Ez így van. Eli, kezet foghatnánk, mert én dettó ugyanígy vagyok. Csak nekem most már nem gázos a sütő, hanem villanyos. Na megint itt van. Te nem tudná, mit tudom én, hazamenni, vagy mit tudom én. Valahol máshol lovagoskodni, keresni egy frankó sárkányt. Tök faink is lovag vagy. Itt a mocsárban van is egy, biztos örülne neked. Hát nem tudom, hogy... De egy kilós kenyeret sütni... Á, franc egyen meg, bocsánat. Úgyhogy kapja be a világválság. Nem rossz hozzáállás.
Jó, nem szórakozok már ezekkel, megyek tovább. A várba. Hát, hogyha nem élesztővel, hanem kovásszal csinálnád, előre megcsinálod a kovász, ha van élesztő, tudsz kovászt csinálni, és akkor azzal csinálod, azzal savanyítanád a kenyeret. Meg hogyha raksz bele, mit tudom én, krumplit, most jut eszembe, hogy itt a sutyi írja, akkor azzal még tudod növelni az élettartamát a kenyerednek. Régen, amikor kemencébe sütöttek az asszonyok kenyeret, egy kemence volt a falu végén, akkor azt azért csinálták, nem az, hogy olcsóbb kovásszal, most itt most nem erről van szó, hanem arról, hogy tovább eltartható. Tehát régen sütöttek, mit tudom én, 5-6 kenyeret, de mindegyik 3 kilós volt, és ezt felrakták az éléskamrába, ilyen hogy hívta a mama? Fű. Nem tudom, botokkal volt megcsinálva, hogy pont fölférjen a kenyér, letakarták rongyal, és azt a kenyeret ették 2 héten keresztül. Most ha bemész a boltba, veszel 1 kiló kenyeret, kiteszed a konyhapultra, letakarod egy rongyal, mondd meg nekem, hogy abból másnap kieszik. Szerintem az, akinek van ilyen kőtörő kalapácsa, mert más nem fog. És úgy még olcsóbb, igen. Na jó, van. Akkor dudáj. Igen, igazad van, hogy a kovászt gondozni kell, meg életben tartani, de azt azért azt tudomásul kell venni, hogy egy kovásszal keltetett kenyér az nem 2 óra alatt kell meg, mint mondjuk egy élesztővel. Tehát ezt azért kevesen, ebbe azért kevesen gondolnak bele, mert ha veszel élesztőt, megraksz bele kovászt, akkor egy ilyen órás, másfél órás időintervallumban meg ki tudod sütni a kenyeredet, mert ugye dagasztás után pihentetni is kell. És utána formázod, meg utána fogod keltetni. Hogyha pedig csak simán kovásszal csinálod, ez a folyamat jóval hosszabb ideig tart. Igen. Amúgy a pizzatészta az nem kenyértészta, az inkább a zsemléhez a vizes tészta az hasonló olajjal, de jajaja. Langalóhoz jó a kenyértészta. A langaló az kenyér lángos végül is. Adtál nekem medúzát? Igen, meg hát az fűszerezett. Teljesen jó pizzám. Eli főzős műsort kéne csinálnom. Isten bizony. Lehet megérni. Lenne ilyen 300-as nézőszámom. Én, Gordon Ramsay. Jézus Isten. Még véletlenül is szeretném, hogy azzal a palival együtt emlegessenek. Amúgy ő szakács, én pék vagyok, pék cukrász. Úgyhogy nem. Hát igen. Figyelj, erre lehetett számolni. Tehát, aki... Üdvözlet, senki úr. Mi a helyzet? This tiny golden aura
Látod, a pizza milyen drága dolog? Hogyha veszed a sajtot is, Eli. Meg mindent. Tehát ez a városi lét hátránya, tudod? Még mindig beszélni kell vele? Nem. Oké. Yes. Horror story. Nálam. Hát. Igazából. Semmi felkelés, kávé. Előtte már voltam fel reggel. Megcsináltam a házi munkát, amit kellett. A gyerek elment a nagymamájához fürödni. Most még délig van egy kis időm. Addig nyomom ezt a kis koldusránt. Éppen tarhálni próbálok. Agresszív tarhálást folytatok. Ezt utána meló. Én még holnap is megyek. Nekem holnap is meló. Délután. Ez van. Ilyen ez a pop szakma. Lát 1000 forintos kenyérrel. Az anyád. 1000 forintos kenyér árak mellett kell a túlóra. Ó, gratulálok a macseknak. Megtudhatjuk kedves nevét? Szevasz, Huckstor! Üdvüd! Na most, hogy megjön mindenki. Amit itt a fél falu megint. Mi a helyzet, Hextor? Menni kéne. Abból együtt és se bírok ki. Jó, egyet kibírtam. Srácok, nincs nátok véletlenül egy gatya? Adjatok egy gatyát! Kilóg a sájhajom. Ja nem, mert ruha van rajtam, de akkor is adjatok magatját. Tiszta csallám mindent. Ja, yeah, értem. Egy cipőbe járunk. Úgy tűnik. És el kell menni megkeresni ezt az ilyes csávót, mert idegesít. Ah, meg vagy. Nem is egy-kettő. Akkor... Basszus, animációt beadod, de nem csináld meg. Az enyém meg szeretik. Ebben biztos vagyok. A parkettán gurigatni reggel kettőkor. Sibát? Az jó, azt nálunk is szeretik.
Hát Hector, szerintem ma melegünk lesz, úgy érzem. Ha csak nem valami hűtőházas melód van. Senki sincs itt. Ja, senki sincs. Ezt most nem értem rá, azért. Hát ha hűtőházas melója van, akkor fázik. Nem is tudom, mikor voltam, de bementem a metróba. Ja, értem. Ja, értem. Jó, bocs, csak így most még így még a kávénak hatni kell. Értem. Futárkodsz. Bár még motoron jó lehet azért. Mi az MHW stream? Ha szabad érdeklődni. Monster Hunter World. Oh. Bocsánat, tudatlan vagyok. Kéne kérteni a szót, mert bemegyek ez az állathoz. Te nincs nála egy gatya? Jó lesz a szoknyád is. I'm searching for my purpose, given to me by my mother inside the country. Long ago, for the reason that I yet live. Burned and bodiless. There is something for which I must apologize. Okay, Razia. I've acted the finger maiden. Yet can offer. Mennyire mentek? Egy hétre vagy kettőre? Mondom, hogy jó pár bőrönd lesz. Was long ago lost. Shall I turn your runes? Legalább lenne értelme van valamilyenne. Ennek a hogy hívjáknak? A nőnek, hogy nem tudom, kevesebbért lépnek szinted, vagy valami. De nem. Ne ugrálj, vedd két kézbe. Itt van a... Mi a neve ennek? Gyere velem. Csóró vagyok, még szellemem sincs, csak két impem. De nem, van szellemem, csak nem tudom megidézni őket. Miért nem mennék? Miért? Ki ez a Margit? Hé, te! Te vagy itt a kukta? Margit, gyere! Mi van? Ide hozod a járókeretedet. Te meg mit csinálsz ott? Roger. Akarsz is valamit csinálni, vagy csak bejöttél bohockodni? Oh. Oké.
Első próbálkozásnak nem volt rossz ennyien szinten. Jár Roger Jobbira. Esélytelenek nyugalmával. Hát, Huckstor, azért, mit tudom én, majd azért megnézzük ezt, jó? Hát ha. Te mi, már megint. Te, fú. Oké, menj már haza. És most el akarsz vinni? Vigyél! Hogy ez a némber nem hagy békén soha. Hát, Sutyi, oké, én nem vagyok no hit runner. Szerintem csatornát tévesztette az Máté. Egy árva szólom nincsen. Nem tudom, miért vagyok itt. Idehozod valami fészemű csaj. Nem bántom, nincs vele problémám, csak rám okozkodott. De jó lenne egy ilyen. Na, mindegy. Így nyugodtan meg voltam halva, erre fölkelt. Érted? Na mindegy. Nehéz az élőholtak élete. Bár nem is tudom, hogy ez élőholt-e. Lehet, hogy nem különben, hanem csak simán élő. Franc se tudja. Az Ellie-nek is, az Ellie-nek is tetszik a szép combja. Engem annyira nem boldogít, különben. De amúgy ja. Lehet igazad van, bejövök neki. Sajnálom. Ó, plusz egyes. Lábak. Ja, igazi cowboy. De kesztyűm és ruhám van, jó? Azt már tudtam tarhálni. Igen, senki úr. Ki tudja? Te, jó. Én vagyok a hülye. Kellett volna kapcsolom a tutoriát. Hol is volt? De én ott fölvettem a bonfire-t. Ja, igen, ez lesz az. Gondolom én. Hát figyelj, itt Millenának nem sok esélye van. Van egy 24 szoros képernyőm, és előtte ülök. Úgyhogy ő maximum, hát a 30 cent is tud lenni. Nekem meg van jó nagy kaloffolófám. De nem, oké. Okay. Kérésed számomra parancs. Amúgy eljön az az idő is, amikor a koldus ellátogat hozzá. Majd meglátjuk. Majd kinyúl mind a körbe. Franco. Ez különben varázsló, nem? Ez a sorcery, aki benn van ott a... az ilyen templomos résznél. Szevasz, Nyugger! Mi van veled? Nem értelek. Oh.
Hey! Ó, ó, mengenya. Na, haladunk. Haladunk. Hát, ha még lenne valami kis buff, amit rákenek a fegyverre. De az nincs. Csupasz lábon futunk neki Margitnak. Igaz, hogy Robi segítségével, bocsánat, Roger, lerobiztam, remélem nem sértődik meg. Na. Ciao, ciao. Hogy mind? Nem kellett volna az a nagy ütés. Meg Isten bizi, én mentem bele. Hagyd békén, Robit! A szemét láda. Kapott halsz! Esle, te szemét! Engem biztos le tud blökni, de hogy ő le nem esik, az tuti. Igen, szenvedni akarok. Lehet, hogy neki is le kellett menni 1000 forintos kenyérért, tudod? Aztán nem kapott kenyeret, hozott helyette kétkezes kalapácsot. Meg csirkeforrátot. Lehet. Bár az is most már egy vagyonba kerül, meg kell gondolni. Extor kitartást. Meg jó munkát, ha lehet ilyet kívánni, bár ami jó, az nem munka, de kitartást. Paska, igen. És köszönöm, hogy benéztél. Gyere máskor is. Én majd 3-4-2-kor csatlakozok a szenvedők táborához. Még van egy órám. Nem hívtuk be Robit. Hát mindegy. Eddig meg se ütöttem. Az jó. Vegyük komolyan.
Au. Ez jó kérdés, Johnny. Szerintem... Mit tudom én? Nem tudom. De mind a kettőnknek. Jó lesz, hogyha most már ő is komolyan veszi. Azt hisz látod, milyen erős ellenfele vagyok. Egy mezitlábas ürge. Bár mondjuk marha nagy kardja van. Na gyere, Roger! Azért érezhetően több HP-ja van, amikor Rogerrel vagyok. De érezhetően többször tudjuk leütni a... lábáról. Ami viszont jó. Csak Roger bírja. És győzedelmezkedett a csapat. Még mindig nyomja. Köszönöm. GG, Robi. Igen. Mintha egy kicsit erősebb lett volna. Vietnam flashback-je volt. Lehet. Nem tudom, milyen volt, de jól nyomta. Köszönöm a GG-ket. Most elmegyünk, és veszünk magunknak gatyát. Bocs, Ellie. És lehet, hogy még sisakra is futja. Nem itt. Talán itt. A koldus bevásár. Itt jó, itt nincs infláció. Amikor utoljára itt jártam, akkor is ennyibe kerültek a cuccok. Bocs, Eli. De így a csúnya fejét is el tudom tekerni. Aha. Lehet, hogy mégsem. Ennyivel lehetünk fölötte. Pont egy fejdísszel, mi? Na jó. Na jó. Oké. Tessék. Nem foszthatlak meg mindentől. Ha
Ársapkát. Oké. Okay. És hol lehet kapni? Na, menjünk. Jó. Jó, tudom. Tudom, hogy írtad. Tudom. Oké. Okay. Tiszta. De nem jobb így azért? Oké. Okay. És potty. Itt jönnek a kedvenceim, nem? Sasok. Nem soká. Úgy emlékszem. Tök jó, hogy itt csattog a lába a kövön. Bocsánat. Igen. Mondjad. Nem lopsz lelket, te szemét! Azt mondod? Örülök, hogy megismertelek. Nem kell. Ki tudom nyitni. Nincs szükségem mocskos rúnatolvajokra. Jó, tudom, jövőben lát a karakter. Bocsássatok meg érte. De már 7-szer végigvittem, úgyhogy igaz, hogy minden game plusz volt. Egy-két dolgot sejtek, hogy mi van. Te a kapunyítás után előnök. Értem. Gyer, vagy te mocskos csirke, te! Hogy száradna ki az itatód. Ja, Istenem. Nem, nem, nem. Nem termelődik vissza. Hol is van? Ott van fönn. Nincs, ja, nincs semmi dobófegyverünk. És a crack? Na, és nem tudok craftolni. De most... Én... dodzsoltam! Te szemét láda csirke! Remélem, hogy a családfádat beszennyezi egy pulyka. Jaj, de jó, hogy itt vagytok. Nélkületek el sem tudtam volna képzelni a napot.
De mekkorát sebeznek? Üdvözlet! Bocsáss meg! Mindjárt meghalok. Megöl ez a két jó madár. Vagy az egyik. Ugyaz. Belőled is rántottát kellett volna csinálni ezt, akkor nem lennének ilyen problémáim. Bocsánat. Szia, Arg. A többit így... Nem baj, ha Argnak szólítalak? Argent. Á, köszönöm. Köszönöm a segítséget. Üdvözlet. Bocs, mint... Igen, én is. Csak egyet magyarázzon meg nekem valaki. Rá van ezeknek a nyomorultaknak szíjazva lábára egy kard, vagy nem is tudom, ez fel van rá kovácsolva. Hogy száll ez le a fára? Mivel kapaszkodik? A csőrével? Hát a patkonyokat azt már megszoktam. A kutyák, a teleportálós kutyákért vagyok még eszméletlenül oda. Bár az inkább DS. És itt megint jön. Gyere te! Au. Így van. De különben az Elderingben lévő kutyák is hasonló nyalánkságot tudnak okozni, főleg a bladós területen. Ott elég két kutya. Két harapás betelik a blad, meghalott vagy akárhányadik szintű karakterrel vagy. Azokat szerettem a legjobban. Meg a rotosokat. Jó, hogy ilyen sok fajta közül lehet választani, hogy mit utálok. Bár ezek a szárnyas fennevadak még mindig az első helyen vannak nálam. Hát azt nem néztem, hogy van lánc a hátukon. Az az igazság, hogy inkább azokat a kardokat szoktam látni, amikor egy jó mélyen belém vágják. Így kevésszer tudtam tanulmányozni a hátát még. Majd fordítok rá időt. Miért eszik meg a sast? A sast megeszi a kínai. El tudja kapni? Erre van valami? Hát remélem, hogy sas nincs. Csak döglött. De lúd sincs. Hát, na mindegy. Mozillának is van fülbevalója. Hát... Látod? Azt sem néztem meg soha. Úgy tűnik, hogy nem vagyok túl figyelmes. Te meg menj már visszafelé, köszi. Még ne. Most már, oké. Így csak egy jön elvileg. Jönné már azért. Ja Istenem, ez jó volt. Belebámultam, ahogy odafutott, és gyomron szúrt.
Igen, tudom, az a beast fákja. Tudok róla, de még sose használtam, őszintén megmondom. Azt sem tudom, melyik árustól kell megvenni. Egyedül azt a fákját használtam, ami... amivel látni lehet az asszaszinokat. Ilyen... akkor do die. Akkor meghaltok mind. Ennyi. Inkább én. Úgy tűnik, nagy volt a szám, egy kissé. Még a T-rex kutyák is félnek tőle? Pedig az nem rendes állatnak minősül. És a rúna medve? Az sem megy oda hozzád, hogyha nálad van az a fákja. Dudáj! Miről kaptam klippet? Köszönöm a klippet, Johnny! A nagy számról? Hát, van ez így néha. Az ember elengedi magát. Majdnem bekaszált. Köszönöm a klippet, senki. Fogd meg a söröm. Köszönöm szépen a klippeket, srácok. Hello! Smithing Stone. Meg karom. Meg a minden. Amúgy szeretem ezt a helyet. Csak sokszor meghalok. Ez akár utolsó mondatoknak is jó lett volna. Azért szeretem ezt a helyet. Hol szedte vagy a dudás a csárdába? Miért gondolom, hogy két ellenféllel ezzel a karakterrel tudok érvényesülni. Tudod mit? Legyetek ti az Elden Lordok! Ja nem. A medve nem fél. Lehet, hogy medvébe kéne játszom. Bocsánat, de szerintem ezek szerelmesek. De csak kettesével tudnak járkálni. Egyedül nem megy. Gyáva vagy mi? Egyedül gyáva vagy? Na mi van? És agyon rúg.
Igen, hogy a lábadból is fog, igen. Nem tudom, ismeritek a viccet, hogy a székely bácsitól megkérdezik, hogy mit kell... Ez a hang, ez most mi volt? Hogy mit kell csinálni, ha medvét lát, azt mondja. Hát fiam, ha medvével találkozol, akkor nézd meg jól, aztán fog meg egy jó adag kakát, azt vág hozzá, aztán próbáld meg elszaladni. Nézd a riportot, hát honnan vesz kakát? Hát a medvével találkozol, lesz a kaka. Amit amúgy valószínűleg tartok. Hát minden fegyvert kaptunk mi. Hú, még 15 dex is kell hozzá. Nézzük meg, milyen a movesetje. Úgy kellemesnek tűnik, csak kevés a dexünk. Csábos. Csak ez a fegyóhoz kevesek vagyunk. Nem. Nincs gatya. Atya. Gatya. Valahogy túl kéne élni. Nem berobbanni. Nem akarjátok egymást felrobbantani? Mit tudom én. Úgy. Csak úgy a la natura. Nem? És hol van ez a nyomorék? Leesett, vagy mi? Lehárt. Amúgy igen. Amúgy ezek a brit tudósok mindent megállapítanak. Én azon röhögtem a legjobbat, hogy fél éven belül megállapították, hogy a tej egészséges. Utána a tej nem egészséges. Oké. Okay. Szápával hallottad? Hát mondjuk, többé valószínű, hogy nála is működik a dolog. Egy szápával még akkor se kötözködnék, ha nem a vízbe van, bár akkor talán könnyebb ellenfér. Bocsánat. Hát igen, a régiek. Milyen jó is volt, mikor látszott, hogy a gumifogai lefognak össze-vissza. Köszi. Mi volt az utolsó... igen, amikor bezárták utánunk az ajtót. Tény. Bár első alkalommal... Mennyi vagyok most? 10. szintű. Azt hiszem egy jó 30 szinttel magasabb voltam. Meginti. Nem unjátok még? De tényleg. De legalább szetet adhatna, vagy mit tudom, valamit. Oké, kezdem unni.
Ez? Ezt. Ez jó sokáig. Jó ez a... hogy hívják? Nem hiszem el. Á, így nem leszek sokkal magasabb szintű, mint 10, mire eljutok Guthrie-ig. Igen, ilyen ostorcsapkodós. Bár nem tudom ostorra fel lehet rakni. De amúgy nagyon jó bleedes fegyverre. Ne dudálj! Ne dudálj! Ne énekelj! Na. Öcsém, olyan, mintha most játszanék először. Bocsánat, mindjárt összeszedem magamat. Tudom. Tudom, Eli. Nem. Nem. Azért hoztunk koldus karaktert, hogy minden cafatér meg kelljen küzdenünk. A nagy sárkit majd megöljük úgy, hogy megöljük az öt kis sárkit. Mármint ahogy eredetileg van. Ugye? Ilyen csak egy ideig szenvedés. Hidd el, amíg el nem jutok egy olyan szintre, hogy normális cuccaim vannak, addig. Utána meg olyan tudod, mint a Ward 10-es fegyver, miután megvan Ward. Lendéren a másik... Hoppá. És itt olvastam a csitát, azért álltam meg egy pillanatra, ne haragudjatok. Ezt már tényleg nem hiszem el, bazd meg. Fölrobbantja az összes hordót, de meg itt maradt kettő. Na mindegy, jó van, jövünk újra előről. De most már abba kéne hagyni ezt a tetvészkedést. Na jó. Thank you.
Meg se ütött. Csak pajzsa két szemmel belökött. Jó, kitartó. Jó. Meg kéne halni. Mit szólsz hozzá? Köszönjük szépen, From Software. Bocsi csízér. Egy talizmán. Ma van kettő helyünk, de ez az első. Raziel úr, okosabb voltam, vagy szerencsésebb, vagy mindkettő. Amúgy tényleg nem. Ezelőtt kétszer szájon vágott pajzsal, azt annyi voltam. Mind a kettő, igen. Nem volt fair. Ő teljes páncélban, nagy pajzsal, minden, tötrötrö. Szemét volt. Itt futkározta egész idő alatt. Milyen jó vagy. Igen, csak nekem összejött, neki nem. Ennyi volt a különbség. Amúgy a DS játékokban ez egy bevett dolog, hogy a zenemi átüt a falon, meg a karakter is sokszor. Ha nem, akkor koppogsz. De így van, a falon keresztül is meg lett. Olyan fura, hogy nem. Na, ennek a gyönyörű ruhája. Igen. Igen. De ha játszottál Dark Souls 3-at, nem tudom, láttál-e olyat, hogy az Abyss Witcherrel küzdesz, és akkor az egyik Abyss Witcher meg rátegerel a füstkapunál lévő enemikre. És akkor rendesen ott nyomják a füstkapunál. Én azon annyit szoktam röhögni. Te is. Nem kéne itt előtetni ezt az íjászkodást. Ó, itt van a kőtörő kali, nem? Ahhoz mi kell? Harminc egyes. De 14-esen nem tudom forgatni.
ugrani, ezt tudok vele. Igen. Hát az előről ezt nem tudtam. Én azt hittem ennél kisebb ez a kalapács, ezt még így nem használtam. De nem néz ki rosszul. Tetszetős darab. Mik vannak? Mondjuk én segítséggel eddig még elég keveset játszottam, de ebbe a végigjátszásba végig azzal fogok menni. Aha, aha. Hát mind a Rani küldetésnél, amit nevem senki mutatott, hogy hogy lehet felkerülni a fensíkra. Aha, tök jó. Majd még valami? Nem semmi. Vagy jó. Mármint glitcher. Aha. Igen. Innen jöttünk fel. Itt van ez a bohót a sarokba. Azt most elugrottam. Ezt nagyon nem akarom elhinni. Tudom, hogy itt van, elugrok, és közben hátba szúr. Na mindegy. Biztos én voltam a balfasz, tuti. Igen, nagyon durva. Nagyon durva. Amikor megmutatta nekem a senki úr, ezzel a karakterrel föl tudok oda kerülni, csak hát sok értelme nincsen, mert ugye rúnát nem kapsz érte, meg elcsöszed hogy mondjam, hát a közben lévő dolgok nem lesznek meg. Meg lesz az alapküldi, de a közben lévő dolgok meg nem. Azt nem ismerem, látod azt a weapon glitch-et, amiről beszélsz. Nincs itt semmi. Ja, itt megint lesz egy ilyen hülye lovag. Nekem se esztuszom nincsen, se semmim. Szegény is vagyok, kicsi is vagyok, fázok is, én vagyok Vuk. Így húzok. Arról, Raziel úr. Hát, hogy az... Hát én tátott szájjal lestem. Igen, igen. Ott egyedül az a baj, hogy ugye megvan mind... Tehát, hogyha valaki... Azt tudod, mikor nagyon jó Raziel uram? Hogyha mondjuk építenénk arra egy karaktert, hogy a Moonlight Greatsword-dal játsszuk végig a játékot. Akkor... Az egy tök frankó dolog lenne, mert hát ugye azért ahhoz kell stat, ha jól emlékszem, 34-es intelligencia kell hozzá, nem tudom hányas erő, de most fel tudnék ülni lóra, és meg tudnám szerezni a fegyvert. Mert odáig el tudok lovagolni. Lehet, hogy kéne csinálni egy ilyet. Csak ahhoz, hát ilyen sorcery-nek kéne lenni ezt. Meghagyom másnak. Engedtessék meg nekem. Viszont srácok,
Nekem egy ilyen jó 3-4 óra múlva indulni kell, melózni. Úgyhogy... mára ennyi szerintem. Holnap szeretném ezt folytatni. Köszönöm szépen a követést. Köszönöm. Holnap folyt köv. Remélhetőleg. Aztán... meglátjuk, hogy hova jutunk. Én most így nem nagyon akarok ezzel farmolgatni. Megyünk neki mindenkinek, aki van. Húzzuk be magunkkal a summonokat, meg az embereket, aztán hajrá. Most ez egy ilyen rán lesz. Köszönöm. Köszönöm, Eli. És köszönöm szépen mindenkinek, itt volt. Köszönöm a feliratkozást. Sziasztok. Gyertek holnap is. Hello, hello. Sziasztok.